Na csácsóbi csötészt a csokolád és traktorkerék, szavaztok gyerekek, Ürva csatornák éppen jelentkezik következő videóval. Hát nagyon reméltem, hogy ez a cím így megragadja a fantáziádat és rákattintasz erre egy csodálatos videóra, amit én is most el fogok neked készíteni. Mert olyan dolgok vannak igazából, ilyen vonzó kis dolgok vannak ebbe a címbe, ugye még itt az index képe, hogy 60 ekefej a földben, meg titánok harca, meg ilyeneket, ilyen címet adok, akkor igazából nem lehet kibírni, hogy nek a tojára. Mert meg fogja érni, hidd el, kitaláltam a tutit, hogy fogunk tudni összemérni kettő darab erőgépet, két darab traktort úgy, hogy teljesen, hogy mondjam, hogy teljesen pontosan le tudjuk mérni a kettőnek az erő különbségét, gyerekek. Nincs itt szükség se dombra, se semmi egyébre, hanem ekékre van szükség, szántani kell. Olyan helyre kell vinni a traktorokat, ahol jól érzik magunkat, gyerekek, a szántóföldre. És szántani kell velük baromi nagy ekékkel. Amit látjátok, kettő darab ekét, nem modolt, hanem gyári játékba szereplő ekét kötöttem. Mind a kettő gép után, ugye ezelőtti videóban már ezeket próbálgattuk, ugye, és igazából nem nagyon sikerült eldönteni, hogy melyik a kajakabb. És ezt azért mondom így, hogy nem a lóerőben mért teljesítmény számít most itt nekünk, hanem igazából a használhatóság. Most ki fogjuk deríteni, hogy ez között éppen melyik a kajakabb. Azért mondom így, mert nem lóerő, nem az erősebb, hanem amelyik jobban, frankobban húz, mint az állat, értitek? Egyébként az ekék darabján 20 darab ekefej van, szóval összesen gépenként 40 darab ekefej fog bele mélyedni ugye a földbe, és azt próbálja húzni ez a kettő darab traktor, és úgy fogjuk ezeket megoldani ezután egyébként ezeket a kis teszteket. Menni fognak az előző tesztek is, ugye a tesztvideók, de arra gondoltam, hogy a kipróbált traktorokat, modokat versenyezthetnénk itt, és most itt kérlek meg benneteket, hogy a komment szekcióba írjatok traktorpárokat, amiket már kipróbáltunk azok közül, hogy miket látnátok egymás ellen megvívni, hogy kiderüljön, hogy melyik az erősebb. És ugye, na, úgy fog működni az egész, hogy el fogom indítani mind a kettőt gépi segítővel, tudjátok, hogy nevezik azt? Munkással. És akkor ugye mind a kettő egyszerre fog menni ezekkel az ekékkel. Te igazából joggal kérdezitek, hogy keeper, de hát ott a leírásban, vagy a index képen 60 darab ekefejről volt szó. Hát akkor már megint miért vertél át minket? Hát hol van a 60 darab ekefej? Hol van a 60 darab ekefej? Itt van, gyerekek. Ő nem fog ugye a versenyben szerepelni, mert mindenképp megnyerni. De úgy gondoltam, hogy össze fogok fűzni 9 darab eszközt, és így összesen 60 darab ekefejjel fogunk szántani. Egyébként Ausztráliában vagyunk. A mapnak a linkjét lerakom a leírásba, egy iszonyatosan jó map. Egy hatalmas földek, ausztrál, sivatagos, nagy, pompás rész. Nagyon, egyébként nagyon adja, nagyon, nagyon profi map. És tényleg az az érdekes benne, hogy ilyen sivatagos, ilyen jellegű, szóval nem az nagyon zöld minden, meg minden csili-vili nagyon szép, hanem ilyen lepusztult szinte. Na, akkor gyorsan megmutatom, hogy hogyan épülnek fel itt ezek a dolgok. Egyébként minden mód benne a leírásba, hogyha esetleg valaki ki akarja próbálni. De úgy működik ugye, hogy van egy ilyen osztó, amelyik ketté osztja a dolgokat. Arra ráakasztottam megint kettő osztót, és utána kell, Sanyika meg itt sipoltatja a játékát, bocsi. Utána kell akasztani egy ilyet, ami ilyen egy pontos csatolóból három pontossá alakítja ugye a dolgokat, mert ha csak a három pontosra lehet ugye felakasztani az ekét, és így van. 20 darab, és egyébként ezeknek az ekéknek darabjának 550 lóerőt javasol a játék, annyi a minimum, ami kell. Szóval akkor 550, akkor itt már van 1600-700 lóerőnyi, amennyi kell, ott meg 1100 lóerőnyi, amennyi kell. Na, de ugye mindenki arra kíváncsi, hogy melyik fogja megnyerni. És szerintem ez a legtutibb ilyen teszt, mert itt igazából mind a kettő gép pontosan ugyanazzal az eséllyel indul. Hócsik terep, ugyanakkor vonó erőre van szükség, ugye, vagy ugyanakkora kicsit, várjátok, annyit csinálok, hogy egy picit előbbre jövök, hogy ne azon múljon, hogy esetleg nem ér bele a úgy, oké. Okay. Indítsuk el a másik gépet is, jaj. Oké. Okay. Kicsit előbbre jövök, és pont egy vonalban legyenek.
Viszont ugye nem fogom tudni elindítani pontosan együtt őket. Most beszállok ebbe a gépbe, nyomok egy hát, és abban a pillanatban kiszállok, és átrónok a másikhoz. Tehát így ilyen 2 másodperc különbség lesz a kettő között. Ha? E? Futi, 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 futi. Ha? És így. Ez az. Gyerekek, ugye az annyival indult, a Challenger az annyival előbb indult. Na! Nézzük, nézzük, melyik fog nyerni. Hú! Egyébként megmondom őszintén, büszke vagyok rám magamra, hogy kitaláltam ezt a dolgot, hogy így össze lehet kérni kettő darab gépnek a teljesítményét tökéletesen. Gyerekek! Már most látom, igaz, hogy előbb indultunk a Challengerre, de a KCH az már is megelőzte. És oda nézzetek, gyerekek! Gépenként 40 darab ekefej benne a földbe, és húzza, vonja. Jézus Mária! És KCH. Egyébként a KCH az azt hiszem, hogy 30-40 lóerővel nagyobb, de itt nem a lóerő dönt. Itt nem, gyerekek, ez nem. Ez nincs olyan hatalmas különbség, az a 40-50 lóerő, vagy 30-40, ami ekkora különbséget generálna, és egyébként a izéig fog menni, a földnek a végéig fog menni a verseny. Körülbelül most vagyunk egy ilyen, talán kicsivel kevesebb, mint fél úton. Hát a KCH, gyerekek, a KCH az nagyon kezd elhúzni, ugye, pedig a Challenger az előbb indult, nagyon gyönyörű, imádni való. Hát ez azért, ez nagyon jól néz ki. És 8-al húzza, ugye az a lényeg, hogy olyanekeket kell mindig a gépek mögé rakni, amelyikek nem engedik, hogy maximum sebességen húzzák őket. Szóval itt tényleg, itt gyerekek, itt nem dönt semmi más, csak az, hogy melyik jármű az erősebb és használhatóbb. És tényleg nem úgy erősebb, nem adat szempontjából erősebb, nem adat, hanem tényleg használhatóság szempontjából. Tehát ugye itt szükség van arra, hogy a tapadás is tökéletes legyen, mert hiába van akár mekkora lóerő, ha egyszer nem tudjuk azt átadni a talajnak. Ugye ez igaz az összes járműben, a személyautótól elkezdve a draggépekig, a traktorokig, minden, hogy át kell adni, akár mekkora lóerő is van a kezünkbe. De ha nem bírjuk átadni a talajnak, akkor egyszerűen semmit nem érünk a lóerővel. Azért gyerekek, és nem sokára a KCH be fog érni, és meg fogom nézni, mennyivel húzza egyébként a Challenger. Hát, úgy látom, hogy igen. A KCH az magasan győzedelmeskedik. Hát nem azt mondom, hogy dupla olyan sokáig tart neki végigmenni, de azért nagyon-nagyon lehagytuk. Főleg úgy, hogy a Challenger az ugye előbb indult, tehát a KCH később, és mégis ő fog nyerni. Amikor a gépi munkás fölemeli az ekéket, én ott fogom abba hagyni. Mindig ott fogjuk abba hagyni, az lesz a cél, az a vége a versenynek. Addig nem csinálok semmit, oké. Most történt meg az, én elmegyek gyors a Challengerig is, és megnézem, hogy mit művel ő. Megpróbálok nem az útjába állni, ugye? Mert akkor ugye megállna. Hogy innen okosan. Hopp, szépen beleugrottunk. És már is meg tudjuk nézni, hogy miért veri meg a KCH a Challengert. Ha nagyon finoman, okosan figyeljük meg. Néha bizony megrúg a Challenger. Néha bizony megrúg, elrúg, főleg a hátsó szekcióba, a hátsó kerekeken. Megrúg a Challenger, és nem tudja átadni ugye azt a hatalmas nyomatékot és erőt a talajra. Emiatt bukt el. Nem is csak a lóerő miatt, mert ugye ki gyengébb is ő, hanem egyszerűen gyerekek, nincs mit tenni. A tapadás az legalább annyit számít, most már ugye ezt megtanulhattuk. Gyorsan elfutok a Big Buddy-ig. Őt csak a show kedvéért hoztam ide, és őt úgy gondoltam, hogy akkor ugye legyen bőven megterhelve. Egyébként nem is tudom, hogy elviszi-e ezeket az ekéket. Ha megfigyelitek, bal felső sarkot érdemes megnézni, hogy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 darab eszköz van összeakasztva, és itt kiemelném a mesterséges intelligenciát, hogy mennyire frankó, hogy teljesen tudja, jól tudja kezelni egyébként ezeket az eszközöket, szépen leengedi egyesével minden együtt, pedig tényleg 9 darab van összeakaszva, és mégsem bonyolódik bele. Na, enter, és akkor nyomok egy hát, kíváncsi vagyok, egyáltalán el fogja húzni.
Kettőt leengedett, várjál. És leengedte most a harmadikat, mert az akkor ért csak a földhöz. Gyerekek, mennyire nagyon jó a mesterséges intelligencia, ugye? És, ja, azt ennyit el szeretnék mondani, hogy 10,5 méteres munkaszélessége van ezeknek az ekéknek, tehát most 30 méter széleset húzunk, és 30 méter széleset húzunk, és összesen 60 darab ekefej van a földben. Egyébként ez a traktor, ugye 21 vagy 22, azt hiszem 21 ekefejes ekét tudott húzni, amikor használták egy gyapot ültetvényre készült, ugye ott arra azt a célt kap, vagy arra a célra gyártották, hogy ezt a nagy ekét húzza, ezt a 21 vagy 22 ekefejeset, de azt 13 km per órával tudta húzni. Ő most csak 8-at tudja húzni, úgyhogy erőlködik, mint a disznó, viszont ezt a most ezt a 3 ekét, ezt a 60 ekefejet a földbe tudja olyan gyorsan húzni, mint például a KCH húzta a 40-et, úgyhogy érezhető, hogy milyen bika erős, durva ez a gép. Nekem egyébként ez nagyon tetszik. Ezt mindenképp ki akartam egy ilyet próbálni, mondom, összefűzöm. És megmondom őszintén, én úgy esett le ez az egész, mármint az a dolog, úgy jutott eszembe, hogy így lehetne összemérni a traktorokat, hogy én mindenképp akartam egy olyan videót, hogy ezeket így összefűzöm. Ugye volt, adottak voltak ezek a jó kis leosztók, és mondom, mindenképp akarok olyat, hogy össze vannak fűzve több eke. És akkor arra gondoltam, hogy állj, ez itt szépen, ha végig van szarok, és mellette menne még egy traktor, ami ugyanúgy szegény vánszorog, akkor mindjárt kiderülne, hogy melyik a jobb. Mert a jobb az nyerne. És itt nem kellene azon agyalni, hogy jaj, most biztos azért, mert nincs elég lóerő, vagy azért, mert nincs elég tapadás, hanem egyből ugye, nincs appellát, hanem egyből. Te értél előbb be, te vagy a jobb. Azért, mert csúszott tekereke a másiknak, vagy azért, mert szar volt a lóerő. Tök mindegy, azért te nyertél, te vagy a jobb, ennyi. És egy traktornál az a lényeg, mondjuk ezeknél ugye, itt, hogy gyorsan tudjon végig húzni az egészet, ugye azért nem 13-ban húzza például őt most, mert maximum ennyivel tudja, mert túl van terelve, ezért mindig túl kell terhelni ugye a traktorokat, hogy ne érje el az ekének a maximumát, amivel lehet húzni. Egyébként csodálatos, nagyon-nagyon jó. Hú, ezt mindenképp ki akartam próbálni, nagyon tetszik egyébként ez. Azért egy ilyen setup-pal azért lehetne szántani a földeket, nem igaz gyerekek? És akkor ugye szépen figyel, föl fogja venni az ekéket, egyik, másik. És az utolsót is, oké. És egyébként meg is akar fordulni, hát én ezt nem fogom neki hagyni most, mert igazából nem arról szól a videó, de ez csodálatos volt, és nagyon gyönyörűen szépen végig szántottuk 60 darab ekével, ugye, mert darabján összesen 20 darab van. Nagyon jó állat, nagyon tetszik. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és írjatok, hogy milyen gépeket szeretnétek látni egymás ellen, hogy kipróbáljuk ezen az útvonalon, és így akkor fel tudjuk mérni, hogy melyik a legjobb. Mindenképpen képzeljetek el mondjuk egy 150K-t, vagy egy 180-as rába ellen, vagy hasonlókat. Fú, azért ezt ki kell próbálni. Na, köszönöm szépen a figyelmet, jók legyetek, csácsumi csötészta, írjatok kommentet, hogy tetszett ez a videó, meg hogy érdekesnek találtátok-e, meg írjatok olyan traktor párokat, amiket kipróbálnátok egymás ellen, és hogy csináljunk róluk videót. Na, csácsumi!